Április 3-án a választás napján szavazni reggel 6 órától 19 óráig lehet. A választópolgárok két szavazattal rendelkeznek. Egy voksot az egyéni, választókerületi jelöltre, egyet pedig az országos pártlistára adhatnak le. A szavazóhelyiségben a választópolgárnak azonban elsőként személyazonosságát kell igazolnia. Ezt mivel tudja igazolni? Tudja igazolni a kártyaformátumú személyazonosítóval, tudja ez a régi könyvecske formájúval, amiben ugye a lakcím is benne van, lehet ideglenes személyigazolvánnyal, lehet útlevéllel, ideglenes útlevéllel, vezetői engedéllyel, de ha valakinek nincs személyazonosításra alkalmas okmánya, és igényelt az okmányirodától, erről kapott egy elismervényt, azzal nem tud menni szavazni. Ha az okmányai rendben vannak, a személyazonosításra alkalmasok, amellé még vagy lakcímkártya kell, vagy a személyazonosítóját kell neki igazolni, a kettő közül valamelyiket. Egy korábbi kormányrendelet értelmében valamennyi 2020. március 11-én vagy azt követően lejárt vagy lejáró személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél 2022. június 30-áig érvényes, vagyis ezekkel is lehet majd szavazni. Miután azonosították a választópolgárt, megnézik, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A választópolgárnak alá kell írnia a névjegyzéket, ezzel igazolja, hogy átvette a szavazólapokat. A választópolgár általánosságban mondom 3 szavazólapot fog kapni a választás napján, kap egy egyéni jelölteket tartalmazó, itt Pest megye 12-es számú választókerületében 6 egyéni jelölt van. A második szavazólap az a listáról szól, a pártlistákról. Kivéve aki kérte magát, hogy nemzetiségként legyen feltüntetve, az nemzetiségi szavazólapot fog kapni. Tulajdonképpen azt hiszem, egy 10-15 ember van ebben a választókerületben, tehát nem jelentős a számuk. A harmadik szavazólap pedig nem más, mint az ország népszavazás szavazólapja, ez 4 kérdést fog tartalmazni. Érvényesen szavazni a szavazólapon, a jelölt neve mellett elhelyezett körben 2 egymást metsző vonallal lehet, ugye nevezhetjük ezt X-nek vagy pluszjelnek, egy a lényeg, hogy a körön belül metsze egymást. Arra is fontos figyelni, hogy a szavazóbizottság tagja lepecsételte a szavazólapot, hiszen anélkül a szavazás nem érvényes. A bizottság köteles felajánlani a borítékot, de a választópolgár nem köteles elfogadni. A választás titkosságát biztosító szavazófülke használata sem kötelező. Érvényesen pedig csak tollal lehet szavazni. Cegléden összesen 34 szavazókör van. A Budai úti iskola szavazókörében már nem tudja egyetlen szavazatszámláló bizottság kiszolgálni a választókat, ezért itt 2 szavazókör is lesz, a 32 és a 34-es. A bejáratnál ki lesz írva, hogy melyik teremben melyik szavazókör működik. Fontos információ az is, hogy a szavazáshoz kapcsolódva rendkívüli nyitvatartás lesz a kormányablakokban a hétvégén. A Bonyban, Cegléden és Nagykörösön is lehetőség lesz a személyi okmányok cseréjére, pótlására vagy kiállítására azoknak, akik emiatt nem tudnának szavazni. Szombaton 8 és 18 óra között, vasárnap pedig 7 és 19 óra között lesznek nyitva a kormányablakok. Vasárnap éjszaka várhatóan a Nemzeti Választási Iroda már közöl egy előzetes eredményt, azonban a választás végleges eredményét csak a külföldi urnák hazaszállítása és a levélben leadott szavazatok megszámlálása után állapítják meg.